A nyári szünet beköszöntével üresek az iskolapadok, vannak azonban, akik nem csak ilyenkor kerülik az iskolát. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának adataiból kiderül, évről évre nő azoknak a diákoknak a száma, akiktől a több mint 50 óra igazolatlan hiányzás miatt megvonják a családi pótlékot. Ennek folyósítását még 2010. szeptemberében kötötték iskola látogatáshoz. Akkor még sikeresnek tűnt a bevezetés, a következő évben 57%-kal csökkent az igazolatlanul hiányzó diákok száma. Ez az arány negatívan változott. A 2012-2013-as tanévben összesen 5165 diákot érintett a családi pótlék megvonása, egy évvel később már 5659-re emelkedett a számuk. Tehát két év alatt összesen 20%-kal nőtt. A legújabb 2014-2015-ös adatok is emelkedést mutatnak, csak nem 6000 diáktól vonták meg országszerte a havi juttatást. Ők hiába járnak majd újra rendszeresen iskolába, visszatérítés ilyen helyzetben nincs. Az is kiderül, a legtöbb iskola kerülő diák, főleg a felső tagozatos, 6.-7. osztályosok. Többek között a korai iskola elhagyás is az oka, hogy az aluliskolázottság aránya jelenleg 11,4%-os Magyarországon. A kormány ennek javítására indítja el idén az úgynevezett HEAT programot. Szeretnénk csökkenteni az iskolai lemorzsolódást, a korai iskola elhagyást, és ezt lehetővé teszi egy szakképzési HEAT program, amely szeptemberben indul el, ez 2 éves képzés lesz, és azok kerülhetnek be, akik 15 éves korukra nem végzik el az általános iskolát, 6 osztályt végeznek el az általános iskolából, ők 2 éves képzésben általános iskolai végzettséget szerezhetnek, és emellett részszakképesítést is, hogy a munkaerőpiacon, ha ez segít, el tudjanak helyezni. Ennek a bevezetésével a kormány célja, hogy az uniós irányelvek szerint 10% alá csökkentse az aluliskolázottság arányát Magyarországon.